Mióta motivált téged ilyen mértékben a zene? Tehát, hogy tényleg énekelni akarsz és zenélni akarsz? Középiskolás koromban kezdtem azt érezni, hogy már tényleg foglalkozni akarok vele, és akkor már ugye alapítottunk egy kis csapatot, akikkel egy kis zenekart, akikkel mi játszottunk. Tehát igazából akkor éreztem először azt, hogy én akarom is, tehát nem csak énekelni szeretek így otthon, hanem akarok a színpadon állni. A hangszerekkel hogy ez? Tanultam gyerekként harmonikázni és citerázni, de nem maradt meg, az az igazság. Az éneklést ezt egyébként tanultad? Tehát elmentél iskolába aztán, mikor rájöttél, hogy mondjuk te ezzel akarsz foglalkozni? Nem, én nem tanultam énekelni, viszont miután vége lett a műsornak, amiben szerepeltem, utána elmentem énektanárhoz, hogy... Kellett ez egyébként? Én úgy érzem, hogy mindig fontos az, hogy az ember új dolgokat tanuljon, és hogy fejlessze a képességeit, tehát nem szégyen, sőt nem, hogy nem szégyen, szerintem nagyon pozitív dolog az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok tökéletes, vannak olyan berögződött éneklési szokásaim, amiket nekem meg kell tanulnom kiküszöbölni, illetve mást alkalmazni helyette. Csomó minden, amit én eddig nem tudtam, azt most tanulom, és érződik is, hogy szépen lassan egyre profibb maga a technika. Gyerekkorodban mennyire vett körbe egy alkotói környezet, ahol mondjuk ezt így ki tudtad bontakoztatni, hogy te a zenével akarsz foglalkozni? Gyerekkoromban? Én néptáncoltam nagyon sokáig, és igazából ott ugye népzenével foglalkoztam, és hát ugye állandóan énekelni kell megállás nélkül. Hát a néptánc az arról szól, hogy közben énekelünk. És ott tudtam egyedül ezzel foglalkozni, meg otthon, takarítás közben. Tehát én egyébként mindig énekeltem folyamatosan. Egyébként örökölt? Tehát így van valaki a családban, aki nem tudok így róla. Nem tudok róla, hogy volna bárki is a családból, aki énekelt volna, a nővérem szintén énekel, de az más, mert nyilván ugye mi végül is egy generáció vagyunk. Nem tudom, hogy az ősek között volt-e valaki. Mi az a stílus, amit te szívesen hallgatsz otthon, hogyha beteszel egy lemezt? Az igazság, hogy az, hogy én mit hallgatok, az függ attól, hogy milyen napjaimat élem, milyen a hangulatom. Én van, amikor komoly zenét szeretek hallgatni, van, amikor nagyon erős rock zenét, van, amikor nagyon szép lírai dalokat. Szóval ez nálam olyan abszolút változó. Amikor ide kerültél Magyarországra, hogy érezted magad, mi volt a meglátásod a környezetről, ami körülvett az emberekről? Ugye gondolom, hogy ez valamilyen szinten más világ. Mi, hogy érezted magad? Én nagyon jól éreztem magam, és én nagyon szerettem, én most is nagyon szeretem. Én világéletembe, városba vágytam. Nekem egyébként, mert ugye kishegyesen éltem, de én Szabadkára jártam középiskolába. Szóval gyakorlatilag én 4, illetve 5 évig ott éltem Szabadkán, és utána, amikor hazamentem Kishegyesre, így azt éreztem, hogy nekem az annyira kevés. Úgyhogy én imádom, hogyha rengeteg arc jön velem szemben, én jól érzem magam. Nyilván köszönhető ez annak is, hogy engem azért megszerettek az emberek, tehát nem bántanak. Én hál' Istennek jól tudom magam érezni. Rockzenével foglalkozom, tehát abszolút csak rockzenét játszunk, illetve a másik oldal, amit én nagyon-nagyon kedvelek, azok a népdalok, ugye, amiről beszéltünk. Az izgalmas ebben, hogy én énekelek népdalokat is, de nem az a tipikus, tudod, ahogy a népdal énekesek énekelnek, hanem én inkább ezt a rockos stílust keverem
a népzenével. De most egyelőre csak ezzel foglalkozom, de abszolút terveim között szerepel, hogy majd valami izgalmas népzenei dolgot is csináljak egyszer. Te válogatod magad köré azokat az embereket, akikkel együtt zenélsz? Megvan ez a választói szabadságot, hogy kiválasztatod, hogy most ő legyen az, aki gitározik ott akkor, amikor... Az az igazság, hogy nekem, amikor a lemezem készült, annyit azért el kellene, hogy mondjak, hogy ők az ország legjobb zenészei közé tartoznak, mindannyian egytől egyig. És amikor a lemezfölvételem kezdődött, az első lemezfölvételem, én ugye akkor ismerkedtem meg velük, mert hogy ők csinálták az egész lemezt. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy olyan jó fejek, és mi volna, hogy esetleg volna kedvük velem dolgozni. Megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy nemet mondanak. Mert itt azért vannak emberek, akik Kovács Ákossal dolgoztak együtt, ugye a Závodi Gabi, Demjén Ferenccel, Koncsus Zsival, tehát így megy mindenki mindenfelé. És nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor azt mondták, hogy persze, örömmel. Tehát így akkor úgy éreztem, hogy érdekli őket, hogy mi van bennem. A másik, ami nagyon jó, hogy rengeteget tudok tőlük tanulni. Mind ami a zenei részét illeti, mind emberileg. Tehát hál' Istennek én azt kell, hogy mondjam, hogy jó körben vagyok. Az új lemez, Iránytű, ez a címe, mert én azt gondolom, hogy fontos tudni, hogy merre tart az ember. Ez egy szintén nagyon minőségi, nagyon-nagyon jó rock lemez. Ma már énekeltem egyébként néhány dalt róla. Gyönyörű szép balladák vannak rajta, és ami szintén nagyon fontos, hogy én írtam a szövegeket kettő kivételével. És én ennek nagyon örülök, mert ezáltal jobban megismerhetnek az emberek, tehát belelátnak a gondolataimba, a fejembe, sokszor olyan témával kapcsolatban is, amit például lehet, hogy amiről soha nem beszélgetnénk. És én ezt a dolgot ezért tartom nagyon érdekesnek és izgalmasnak, és másrészt meg nagyon jó, pörgős dalok vannak a lemezen. Viszont annyira furcsa, pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy attól függetlenül, hogy vannak szövegek például, amik viccesebbek, attól függetlenül komoly. Tehát mindegyiknek van mondani valója. Én nagyon, nagyon büszke vagyok erre a lemezre. Mennyi idő volt létrehozni ezt neked? Tehát mondtad, hogy te írtad a szöveget. Erre a lemezre azért több idő volt. Ezt majdnem egy évig készítettük. Itt a szövegek is akkor ez alatt az idő alatt készültek, vagy esetleg a korábbi életedből volt már, amit... Nem, minden szöveg most készült, ahogy készültek a dalok, úgy íródtak a szövegek. Egy picit még a személyes életedből, hogy telik neked egy napod? Mi az, amivel hogy telik egy napom? Milyen napra gondolsz? Hát egy átlagos hétköznap. Egy átlagos hétköznap, amikor nem megyek mondjuk dolgozni, tehát nem koncertelem. Mi az, amivel szívesen foglalkozol így? Én tévézni szoktam. Sétálgatni szeretek. Nem is tudom megmondani igazából, hogy mit szoktam csinálni. Én ugye el vagyok, bevásárolok, szaladok ide, szaladok oda egy kicsit. Társaság mennyire fontos? Abszolút, persze, az is nagyon fontos, de az az igazság, hogy én annyit vagyok társaságban, hogy nyilván ilyenkor az ember azt érzi, hogy inkább már egy kicsit úgy egyedül lenne. A családoddal milyen sűrűn tudsz találkozni? Hiányzik-e mondjuk elég a család? Elég ritkán járok haza, és jövőre még kevesebbet, illetve az idén is kevesebbet fogok tudni hazamenni. De az az igazság, hogy valamiért ez így van, ezt megszokja egy idő után az ember. Nyilván nagyon hiányoznak, nagyon-nagyon. De mindenkinek megvan a maga dolga. Én is rólnak, nincs is időm arra, hogy most ezen gondolkodjam. Szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy örülök annak, hogy annyi munkám van, hogy nem tudok állandóan otthon lenni. Mit tervezel a jövőre? Mi az, ami tényleg olyan cél, amit na ezt most elnöltetsz, hogy meg fogod valósítani? Mi az, amit ilyen terved? Figyelj, én szeretném megtartani azt az embert, aki vagyok egyrészt, másrészt
szeretnék nagyon szép karriert csinálni. Te mennyire vagy egyébként spontán ember most így? Mennyire értem? Vagyok spontán? Tervezel, vagy inkább úgy jönnek a dolgok, és úgy nem, megragadod? Nem, azért tervezni szoktam inkább. Inkább tervezős típus vagyok. Bár vannak olyan pillanatok is, amikor mondjuk spontán döntök valamiről, de nem, én inkább megtervezem pontról pontra, lépésről lépésre. Tehát én nagyon céltudatos és akaratos vagyok, és én tényleg képes vagyok minden egyes pontját megjegyezni, hogy mit hogyan szeretnék megvalósítani. Nincs terveid között az, hogy mondjuk egy külföldi, már egy másik külföldi közönséget is meghódítsak erre egy másik nem. Nyelven? Tehát... Persze, tervben van. Hogy hát az, hogy mi lesz belőle, az majd jövőre kiderül.